Idén már 46 jogcímre nyújthatók be a területalapú támogatási kérelemként ismert egységes kérelmek. Több esetben viszont változtak az előírások és a kötelezettségek. Bő egy hete, április 9-e óta lehet beadni őket, és az érintetteknek több fontos határidőt kell észben tartaniuk. Május 15-ig lehet beadni minden gazdálkodónak ezt az igényét szankciómentesen, és akik valamilyen igényt bejelentettek, de közben más növényt akarnak egy bizonyos adott területen termelni, mint amit bejelentettek, nekik május 31-ig van lehetőségük ezt módosítani, illetve most hétvégére esik, és ez átmegy június 2-ára, illetve azok, akik valamilyen ok miatt elmulasztották ezt a, ebben az időpontban beadni a kérelmüket, azok szankcióval június 11-ig adhassák be. Igaz, ekkor már a támogatási összeg napi 1%-os csökkenésével kell számolniuk. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara célja, hogy segítsen a kérelmek pontos benyújtásában, hogy hibák miatt ne utasítsák el azokat. Ebben a falugazdászok könnyítik meg az érintettek dolgát. Szinte minden településen ott vagyunk helyszínen, ebben a bevallási időszakban még olyan településekre is kimegyünk, ahol egyébként nem rendelkezünk irodával. Ezt az önkormányzat vezetésével, illetve a gazdálkodókkal egyeztetünk időpontot, és az önkormányzat ott is biztosít helyiséget egy napra, vagy három napra, vagy igény szerint, ahol egyébként nem vagyunk jelen más időszakban. A gazdálkodóknak azt javasolják, hogy vigyék magukkal őstermelői vagy kamarai igazolványukat, ezzel ugyanis egyszerűsíthető az adminisztráció. A kérelmeket idén is csak elektronikus úton a Magyar Államkincstár internetes felületén lehet beadni, de érdemes leellenőrizni, valóban az lett-e benyújtva, amit megbeszéltek a falugazdásszal. Ha nem, a kérelem módosítható még a beadási időszak után is. 2015 óta egyébként folyamatosan csökken azok száma, akik problémás kérelmet nyújtanak be.